Igen, mindenképp az első koncertet itt szeretük volna játszani a hazai közönségnek. És a hazai közönség meg is hálálta ezt a gesztust. Fergeteges másfél órás koncert volt, saját dalokkal és más csapatok nótáival, azonban ezek is speak-up-osan szóltak. Kritikaként hangzott el a tehetségkutató műsorban, hogy a zenekar csupán háttere volt Bálintnak. Aki ott volt a koncerten, az érezhette, tapasztalhatta, hogy ez bizony egymásra figyelős, közös örömzene. Mi úgy érezzük, hogy ez egy elég pozitív történet volt a zenekar életében, és szerintem nem fogjuk elfeledni soha, és reméljük, hogy ez az a plusz, ami most lehetőséget ad a zenekarnak, hogy befusson. A zenekar most egy saját új dalon dolgozik, mellyel az Euróvíziós Dalfesztiválra szeretnének nevezni. Szociális gondozó, villanyszerelő, asztalos, festő, varrónő, autószerelő. Ezekbe a szakmákba kaptak betekintést a 8. osztályos diákok az acsádi pályaválasztási vetélkedőjén. Elsősorban a tanulóknak a pályaválasztási döntését szeretnénk megkönnyíteni, illetve felhívni az iskolára a tanulók figyelmét. A játékos vetélkedőn élményszerű információkat kaptak a tanulók. Forgószínpadszerűen megy a tanulóknak a megmérettetése. A tanulók szintek, tehát különböző szakmáknak a pultjaihoz mennek, ott az adott feladatokat végrehajtják, és így forgószínpadszerűen a következőhöz lépnek. Próbáltuk a feladatokat úgy összeállítani, hogy egy picit elméleti feladat is legyen, de nagyobb részt gyakorlatorientált legyen, a kézügyességre épüljön. Horváth Szabina a Vaszari Általános Iskolából jött társaival. Ide jár a testvérem, és ő is szokott mesélni, de mégis kíváncsivá tett, hogy milyen ez az iskola, és így adódott ez a lehetőség, hogy verseny lesz, így az osztályfőnökömnek szóltam, és beneveztünk.